Sziasztok! Ma a tankor Captain Richie vezeti, méghozzá egy 8-as közepes prémium gépet, a kínai Type 59-et. Amit már régóta nem lehet megvenni, sokak körömére is bánatára. Ez a tank a legjobb példa a tankok nerfelésére, ami nagyon-nagyon sok vitát váltott ki, mégpedig, hogy ugye a pénzért megvett tank tulajdonságait is kényük kedvük szerint változtatja a végé, amiben most nem szeretnék belemenni, de a kommentekben mindenki megírhatja a véleményét a dologgal kapcsolatban. Ami tény, hogy régen nagyon op tank volt a Type 59, és gyakran a kis 6-os VK-m is elsírta magát, mikor meglátott egyet, nemhogy 3-at egy szakaszban, ott már el is volt döntve a játék. Minden esetre, amit a tankról tudni kell, a frontpáncélja döntő 100 mm-s acéllemez, ami azért egészen jól pattint, a tornyol szemből pedig a duplája védi. A sebessége közepes tankhoz képest teljesen elfogadható, 56 km per óra, emellett jó fordulékonyság jellemzi. Egy 100 mm-s ágyút kapott, ami 181 mm páncél képes átütni, és átlagban olyan 200 és 250 sebzésre képes. Ajánlott felszerelés a töltésgyorsító, a ventilátor és a vertikális stabilizátor, ami szinte az összes közepes tankra kötelező. És Ricsi meg is szerezte az első fraget egy T50-es formájában. Úgy néz ki, érkezik egy Tiger 2 is, megnézzük, hogy mit tud vele kezdeni. Egy kis bujocska a házak között. Így van. A maximális zoomot kihasználva ugye meg lehet nézni, hogy a tanknak a tornya, illetve a löveg merre áll pontosan, mikor érdemes kimenni, mint például most. És gyönyörűen oldalról lehet lőni a tornyot, át is viszi. Ugye a toronynak ez a leggyengébb pontja ilyenkor, tehát erre mindig figyeljetek, hogy a támadtok, akkor a tornyatok az mindig az ellenség felé nézzen, tehát mindig a frontját mutatsátok. Van Tiger 2 valahogy nincs a helyzet magaslatán, és ahogy nézem, most oldalról el is lehet kapni. Hoppáré, ez egy nulla pontos damage. Na majd a következő lövés oldalról. Azt nem értem, hogy ilyenkor a Tigris miért nem forgatja be a tankját, hát miért az oldalsó részét mutatja, de hát úgy néz ki, nem egy túl tapasztalt játékos. Ricsi nagyon szépen beforgatva megy neki a tanknak, amíg ugye betölt az ágyú. Még egy lövés oldalról. Láncunkat lelőtték. 1300 sebzés. Egy kis hintáztatás, ugye ezzel is meg lehet zavarni az ellenséget, és ki is lőtték ugye a Tigert. Jöhet a következő ellenséges tank. Viszont ahogy nézem, innen el kéne pucolni, mert az Artik gyönyörű szépen belőtték itt a környéket. Így van, mehetünk vissza a városba. Hoppáré, na hát ez egy szép lövés volt, igen, ennyit számít. Ugye a vertikális stabilizátor, hogy menet közben is szinte egészen pontosan lehet lőni ezekkel a tankokkal, amiknek azért nem túl pontos az ágyúja. De azért a kis scout tank bekapta oldalról. Másik 8-as prémium nehéz tank a lőve, hátulról sem okoz különösebb nagy gondot. Na most vette észre, hogy valami gebasz van. 297 sebzés. Ez sem rossz. Következő. Nem nagyon foglalkozik velünk, igazából ez nem is rossz, mert szabad prédát jelent. Oldalról tornyot megint lehet lőni. Különösebb gondot ez sem okoz a Type ágyújának. Hátulról egy Tigris közeledik. Hát azt a Leopard nem fogja megfogni, úgyhogy majd arra is figyelni kell. Ez a két frontos háborúnak a hátránya, hogy két oldalra is figyelni kell. Így, de hát ez nagyon mellé ment. Így van, közben közeledik a Tiger is. Itt a Leopard egy picit lefoglal. Nem kell kapkodni. Bár ahogy nézem, nem túl fényes az állás, pláne hogy most már 8-9. Na nézzük. A Tigris, én szerintem a Tigert kéne először gyorsan kivégezni. Jó, most már a lőve nem is fog gondot jelenteni.
Art is szépen belőtte és le is láncolta, ahogy látom, így van. Szabad préda. Gyönyörűen az oldalát mutatja, kettent be is támadják. Tiger meg szegény azt se tudja, hogy merre, hova forduljon. Na, hogy nézem, a fegyelemdöfést mindjárt megadják neki. Lepattanó. Be kéne húzolni a fedezékbe, mert hátulra meglőnek. Ez nagyon nagy mák. Egy HP-val túlélni egy ilyen lövést. Közben figyelni kéne a foglalásra, ahogy látjátok. 2 perc 24 másodperc maradt vissza a foglalásból. Type-nak a sebességét kihasználva gyorsan ugye el lehet érni a város másik részébe is. Valószínűleg az Artit kereseti a Ricsi. Általában erre fele szoktak bókrászni. De úgy néz ki, hogy most vagy beljebb húzódott a város részbe, vagy esetleg kijebb a külső peremterületekre. Minden esetre, na, foglalásnak annyi. Úgyhogy már ezzel sem kell annyira foglalkozni, legalábbis most 3 percig biztos, nem. És meg is van az Arti. 2 lövedék maradt a sima lőszerből. Jó, hát innentől fogva már gondot nem is fog jelenteni. Még egy lövés. Hál' Istennek, hogy látjátok, van arany lőszer is a tárban, 7 darab. Ezzel ezt az IS-3-at csak el lehet kapni. Igaz, az az 1 darab HP, az nem sok mindenre lesz elég. Úgyhogy okosan és ügyesen kell ezt végrehajtani. Minden esetre 3950 sebzéssel azért szép kis összeget össze lehet farmolni ezzel a tankkal. Ugye krediszerzésben igazából ez számít, hogy mennyi sebzést visztek be, a többi lényegében nem annyira jelentős. Merre lehet az az IS-3, aki azért nem is játszott olyan rosszul, 2 ellenséget is kidőtt, bár ez sok esetben nem sok mindent jelent. Közben a bázist is elkezdtük foglalni. Fedezve. Meg is maradt az 1/3 HP-ja. Úgyhogy olyan sok lövést nem is kell beleereszteni. Csak pontosan kell ezt végrehajtani. Így van, hátulról szépen. Bekanyarodunk. Megnézzük, hogy az IS-3 motorterét védő páncél mennyire hatásos. Lesz időnk odaérni. Super Pershing is kapott azért szépen. Nem kell idegeskedni. Na, még egyet. Áj, pont nem jött össze a dolog. Viszont ilyenkor meg a Super Pershing tudna tevékenykedni, ha látja, hogy a torony nem ránéz. Na, most megfordult az IS-3. Nem fordult meg, csak tolat. Hát ez gyönyörű szép. Ezért érdemes aranylőszert vásárolni. Igen, Ricsi is menekülőre fogta a dolgot. Két Artinak viszont fel kéne húzódni egy olyan szögbe, hogy legalább tudják lőni az IS-3-at. De ahogy nézem, azért ők is kivették ugye a részüket a játékból. Na.
azért nem érdemes lőni, pláne, hogy csak 5 ilyen lőszerünk van. Igen, és most jön az, hogy menekülés. AMX. És egy. Az meg mellé lövi. Jó van, innentől kezdve megpecsételte a sorsát. Az IS-3. Szépen megvárjuk, míg betölt, és vége is a játéknak. 4 freggel, 4377 sebzéssel. Én köszönöm Ricsinek a játékot. Nomax voltam, sziasztok!